Sokan vannak, úgy látom. Nem tudom, hogy mire jöttek. Éppen 20 évvel ezelőtt egyszer az 5. kerületben a ilyen tájt, január-februárban pedagógusoknak tartottam egy nagy teremben előadást tanítóknak, tanároknak, és iszonyatos sokan voltak. És ott álltam a folyosón, tébláboltam, akkor még lehetett dohányozni az előtérbe, szép idők, és oda jött hozzám egy idős hölgy, hogy hol van a horn. Ugye ez a 94-es választások előtt volt. És mondtam, hogy hát én vagyok, mit mondjak, csalódott volt, mert hogy nem rám jött. Úgyhogy remélem, hogy hozzám, hogy tudják, hogy hova jöttek. Amikor megkértek arra, hogy erről az előadásra, az volt az eredeti kérdés, hogy mondják, hogy arról beszéljek, hogy hogyan keletkezik a kreativitása az iskolába, és akkor mondtam, hogy akkor inkább kérdezzék meg a Varga Zolit vagy a Vekerdi Tamás, tehát valami olyan embert, aki ezért, mert hogy én legfeljebb csak arról tudok beszélni, hogy hogyan nem. Az iskola ugyanis ott erre a versusra szeretném kihegyezni a dolgokat. Nevezetesen az, hogy az iskola maga az alkalmatlan az alkotóképesség létrehozására. Nem tudom, mennyire ismerik ezt a YouTube-on is rajta van, ez a TED-nek egy sorozatából választottuk ki, ezt érdemes egyébként nézniük, hogy az iskola az gyakorlatilag egy olyan hely, amelyik arra szerveződött, hogy felszámolja az ember alkotó képességét. Ez a célja, ez a funkciója, megpróbál megmutatni, hogy hogyan és miért. A kiinduló tétel ugyanis az, hogy valaha már a ipari forradalom előtti időszakokban, hogy az iskola az néhány szerzetes iskolát, illetve a magántanárokat kivéve, hogy ez egy nem létező dolog volt, hanem az ember úgy tanult meg minden olyasmit, ami az ő felnövekedéshez, társadalmi szükségletéhez szükség volt, mint járni, vagy a nyelveket. Tehát, hogy a tapasztalás során, a hétköznapi élet során az a király király, a liba pásztor, liba pásztor, tehát hogy egyszerűen a gyakorlat, a hétköznapi lét határozta ezt meg. És az ipari forradalom, amik létrehozta a polgári társadalmat, csinált egy rettenetes dolgot, nevezetesen szétbombázta az ember életét. Szétbombázta három önálló részre, a magánéletre, a közéletre és a munkahelyre. És aztán a 19. század végén létrehozta a tömegoktatási intézményeket, és beterelte kötelező jelleggel oda a gyerekeket, és ezek a gyerekeknek ez lett a munkahelyük. Gondoljanak csak bele, hogy micsoda abszurd dolog, hogyha egy iskolában mondjuk a tanárnéni vagy a tanár eltöri a lábát, és bejön a szomorúan valaki, a gyerekek elmarad az óra, mert Marika néni eltörte a lábát. A gyerekek szeretik Marika nénit. Mégse az történik, hogy szegény Marika néni, vagy hurrá, hurrá, de jó, nem lesz óra. Semmi szolidaritás, Marika néni otthon fekszik, és ő is örül, hogy nem kell dolgoznia. Tehát, hogy kialakult egy olyan helyzet, aminek az a lényege, hogy az iskola, az a munkahely, az, amit az ember azért csinál, mert muszáj. Semmi örömöt nem lát benne, hanem csak oda kell menni. De annál nagyobb öröm, például egy hétfő reggel elmaradó óra, az kevés van egy középiskolás életében, mert hogy föl kell kelni, be kell jönni, ugye ez a reggel 8 például, ugye a 8-kor már ott kellene az iskolába. A jelenlévőknek azt mondták, hogy 9, hát az, hogy túl korán van. Na most ez a dilemma, ez tovább fokozódik azzal, hogy a tömegoktatási intézményeket az állam rendeli meg Párizstól Moszkváig. Hát a kontinensen. Az angol szász iskolák ettől különböznek, de a lényeg mégis ugyanaz. Nevezetesen az, hogy a család helyére az állam lép, és mivel az állam ebben a korban olyan sok mindenhez még nem értett, tehát ne a mostani államot képzeljék el, hiszen
ugye gondoljunk bele, hogy az adóknak, például a jövedelmeknek 3-5% az, amit akkor elvon az állam, most meg ugye a teljes GDP-nek több mint 45% átmegy Magyarországon az államon. Tehát hogy ez egy sokszorta nagyobb, súlyosabb szereplő ma az állam. Az állam akkor ahhoz ért, hogy hogy kell hadsereget szervezni, rendőrséget fenntartani, mást nagyon nem. Ezért létrehozza a saját oktatás végrehajtási intézeteit. Kialakítja azt a rendszert, amit ma iskolának hívunk, fölépíti egyébként a századfordulón épül, például a Budapestnek a legszebb iskolája, Vas utcában, ugye ott áll a gyönyörű szép kereskedelmi szakközépiskolája, vagy a Mester utcában, ugye az István a óriási épületével, vagy a, most a Szent Margitnak, vagy ott a Kosztolányi téren visszavették, azt is visszavette az egyháza, volt József Attila gimnázium, sorolhatnám a fasorba. Ezek mind a századfordulón épültek, az is, ha én dolgozom, az is az 1911-ben épült, ahol az a lényeg, hogy egy ilyen gyárszerű képződményt hoznak létre, és ez a gyárszerű képződmény arra való, hogy az állam elveszi a családoktól a gyerek felnevelését. Ugye a legtöbb helyen az 1800-esek végén születnek ezek a törvények, Magyarországon ez 1867. Ugyan van a 48-as forradalmi szabadságharc idején is egy ilyen közoktatási szerű törvény, de valójában Magyarországon is 67 ez, amikor bevezetik a tömegoktatást. És erre kialakítják a korabeli társadalom gyárszerű képződményét, megelőlegezvén talán a végét a dolognak, hogy ugyanezt történik ma is a EU-kompatibilis hivataliskolával, tehát senki ne reménykedjen, a jövő ugyanilyen rettenetes, tehát nincs, ebből nincs kimenet, tehát hogy ez egy fix dolog, a gyereket be kell rángatni ebbe az intézménybe. És fölépítik az iskolákat. Mit csinálnak ezek az iskolák? Hát ugye, ha valami ilyesmit képzeljünk el, ugye gyönyörű egyébként ez a filmen, berakjuk a gyerekeket homogén csoportba, gondoljunk bele a homogén korcsoport, például milyen vicces, hogy egy családban, ugye van mondjuk három, ugye abban a korban inkább több gyerek, bár kevesen érik meg az iskoláskort, és van legalább annyi, hogy ha már iskolába is kell járni, hogy a családon belül van egy közvetítés a több generáción keresztül, tehát ritka az ötösiker, előfordul, de azért elég ritka. És hogy a különböző korcsoportú gyerekek mennyivel jobban képesek integrálódni, olyan szintű, hogy ma már tudjuk, hogy az első gyerek tipikus vonásait, a második gyerek tipikus vonásait, meg az elmaradó kisgyerek, elbabázott kisgyerek tipikus vonásait is. Ehelyett homogén korcsoportba beültetik őket egy folyosóval felépített épületbe, ezek majdnem mind egyformák. Tehát ki van találva 66 négyzetméter egy épület, a székek, az asztalok is norma szerint vannak, és ugye néhány országban, például Franciaországban is, meg majd nem sokára nálunk is, a miniszter büszkén mondja, hogy itt vagyunk, és most mindenki a K betűt tanulja. Az ország minden pontján. Vagyis, hogy szükségképpen létrejön egy olyan egységes rendszer, mert hogy az állam csak ehhez ért, tehát nem is tudna másképp működni, megcsinálja hozzá a jutasi őrmestereket, a tanárokat, hozzárendeli a maga kritériumait. Ugye a világháború előtt is még úgy van, hogy valaki leérettségizett, az belép az elitbe. Hadapród őrmesteri ranggal lépnek be az érettségizettek ugye az iskolába. Az iskolába kijövők, a hadseregbe, a háborúba, akinek érettségie van. Tehát hogy ez egy kitalált rendszer, tantárgyakkal, jól működő tantárgyakkal, kémia, fizika, biológia, földrajz. Ugye tudják, hogy ilyen tudományok nincsenek, hogy kémia, meg biológia, meg fizika, meg földrajz. Akkor az akadémiai rendszernek ez volt a természete. Vagyis van egy alaphelyzet, amihez kialakítják az épületeket jelentős beruházással a kontinens minden pontján, kialakítják az ehhez szükséges eljárási metódusokat a 45 perc, 10 perc szünettel. Nagyon precíz, átgondolt, én azt mondom, hogy jól működő, csak azt mondom, hogy kitalált, leírt technológiával elveszik az iskolába, az iskola elveszi a családtól a gyerekeket. És szükségképpen kitalálja az akadémiai tudást, azt a technikát, amivel aztán majd ezzel a megoldással hogyan lehet majd gyerekeket felnövekedve nevelni. Már most ugye az alkotó képesség viszont ezzel szemben tulajdonképpen, már elnézést az itt lévő számtalan kreatívtól, de ez egyfajta tudatlanság. Tehát ugye azt tudjuk, hogy
az élet nagy felfedezéseit, hogy olyanok fedezték fel, akik nem tudták, hogy az adott dolog lehetetlen. Tehát, hogy nem volt más. Maga a kreativitás az, talán mutatnék egy példát, hogy a Kölök neten volt rajta ez a vicces két feladat, talán ismerik, meg köröződött a Facebookon is, ugye, hogy a gyerekektől megtalált példák, ugye, hogy találd meg az X-et, vagy nevezd el a négyszögeket, hogy ezek rendkívül kreatív megoldások, nem? Most tessék megmondani, hogy az a kis krampó, aki ezeket megválaszolta, most ott ostoba volt, vagy kreatív? Az iskola erre elégtelent ad. Ha rendes a tanár, akkor még odaérni, hogy rendes rác, vagy nem tudom én, Bobby. Nézzék meg, a Kölök neten van még egy csomó. Tehát, hogy értik, hogy mi a probléma? Hogy az alkotó képesség az kiszorul az iskolából, mert az iskola az arra való, hogy a múltat, a jelenben, a jövő számára definiálja. Ez a dolga. Stabil elemeket rögzítsen, ezt valamilyen átvehető formára megcsinálja, majd átfordítva ugyanezt a felnövekvő nemzedék számára is tovább közvetítve, majd gondoljanak bele, hogy az a gyerek, aki most első általános iskolás, azaz 6 éves, az hát a 22. században is lazán élhet. És nyugdíjba, igaz, 60 év múlva, azaz 2074-be fog majd menni. Tehát, hogy arra az időszakra képezne az iskola valamit. Miért és hogy van ez így? Azért, mert hogy a világ az a stabilitásra épül. A szó, hogy modern, nem tudom, tudják-e, az egy Franciaországban származik, és a 18. század végén hangzik el elő, vagy íródik le először. Tehát ezek a stabilitás az ember legfontosabb értéke, és erre épít az iskola. Ehhez képest a mai világnak pedig a változás a lényege. Méghozzá, azt nem tudom, hogy a lényege, de egyik legfontosabb jellemzője. Most, ha megengedik, bevinném önöket az iskolába, hogy lássák azt, hogy mennyire abszurd maradt ez a világ, és azt a kérdést kell föltenni, miért nem változott meg 150 valahány éve. Szinte semmit. Változott valamit, de szinte semmit. Ezt megpróbálom majd megmutatni. Azért fontos ez, hogy értsék, mert hogy igazából azért is vállaltam ezt az előadást, hogy segítséget kérjek. Hogy abban gondolkozzunk, vagy gondolkozzanak, és én szívesen akár ilyen projektszerűen szerveznék is ilyen csoportot, hogy hogyan lehetne ezen a rettenetes nagy rendszeren érdemben változtatni. Mert hogy igazándiból az lenne a jó, ha a családok visszakapnák a gyerekeiket. Igazában az lenne jó, hogyha a családok saját működő hétköznapi léte váltaná ki ezt az iskolás technikát. Jézus Mária, most teszem, hogy gondoljunk, hogy az iskolás szó maga is egy pejoratív szó. Tandráma, ugye az a legrosszabb színdarab. Igaz? Tehát, hogyha végig gondolunk, mindig iskolás, bocsánat, nem akarok aktualizálni, Tehát, hogy egy figurára, ha azt mondjuk, hogy amit egy tanító, akkor azért az nem egy pozitív jelző. Az én tanítványaim közül az elmúlt most már 26 év alatt, illetve már 40 év vagyok a pályán, senki nem akart tanár lenni. A középiskolai tanár, ha én bemutatkozom valahol, és azt mondom, hogy Horn György középiskolai tanár, akkor olyan, hogy ott se lennék. Tehát, ha azt mondanám, hogy Horn Gyula bárdogos és vízvezetékszerelő, az mégis valahogy hangzik, ugye nem vagyok Gyula, de úgy akkor az úgy kijön a hexameter. Tehát, hogy nem tudom, értik-e, hogy itt valami rettenetes dolog történik. Én 1982-ben, amikor a jelenlévők közül még senki nem ért, iskolai igazgató lettem egy nagy egyetemi gyakorló iskolában, és oda mentem viszonylag fiatal emberként, bementem abba a tanáriba, előtte is tanítottam persze, tehát nem az utcára jöttem, nem, csak nem ott. Bementem a tanáriba, és ott ült 40-50 szinte kizárólag idősödő tanárnéni, ezek persze mind fiatalabbak voltak akkor, mint én most, csak nekem akkor azok nagyon öregek voltak. Volt, aki borsót pucolt, volt, aki kötögetett, és várták, hogy majd én jövök, és akkor megmondom, hogy mit kell csinálni. Valami egészen rémületes volt. Tehát arra emlékszem, hogy beléptem, és szinte azonnal vissza akartam fordulni.
hogy hova kerül az ember, amikor az iskolában van, és szeretném azt megmutatni, hogy hogy működik ez az iskola belülről. Vegyük először a szervezetét talán. Képzeljenek el egy tanárembert. Egy tanárembernek van heti 24 kötelező órája. Ez azt jelenti, hogy ha ő 3 órát tart egy osztályban, akkor ő azt jelenti, hogy tanít összesen 240 gyereket. 240 gyereket heti 3 órában, hétfő, szerdán, pénteken, jó esetben. És tessék elmondani, egy történelmi tanár például hétfőn második Lajos vágtat fakó lován, kicsöngettek. És akkor mondjuk csütörtökön vagy szerdán bemegy, és úgy csinál, mintha mi se történt volna. Folytatja az órát. Nem tehet mást, hiszen fogalma nincs, hogy azok a gyerekek ott kik. Hiszen 8 másik osztályban tanít. Mindegyik kerekesszékes is lehetne, mert csak deréktől fölfelé ismeri őket. Nekem volt egy kollégám, aki ezt elég viccesen oldotta meg. Mindenkinek adott minden osztálynak egy ülésrendet, és mindenkinek meg kell tanulni a saját nevét. Tehát, hogy az első padban ült egy lány jobbra, az Kovács Béla. És minden osztályban Kovács Béla. Hogy nem neki kelljen megtanulni ennyi nevet. Kérem, ez egy következetes magatartás. Mert hogy az a lényeg, hogy esély sincs arra, hogy megismerjék a gyerekeket, és ami nagyon fontos, második Lajos akkor is vágtat fakulován szerdán tovább, bele a cselepatakba, amikor az egyik gyereknek egyiket ott hagyta a barátnője, a második pofára esett a korcsolyapályán, a harmadiknak nem tudom, hogy meghalt a kutyája, a negyedik ötöst nyert a lottó, mit tudom én? És úgy csinálunk, minthogy ez egy folyamat lenne. Óráról órára. Nem tudom, értik-e, hogy ez a rendszer maga erre van kitalálva. Úgy működik ez a rendszer, hogy a tanárnak nincsen esélye sem arra, hogy érdemben eljusson a gyerekekhez. Sőt, tovább megyek, ennél még rosszabb a helyzet. Az iskola az egyetlen olyan intézmény, ahol az iskola szervezete az definíció szerint ellentmond a céljának. Ilyen szervezet egy sincs sehol. Tessék csak végig gondolni, az iskola alapvető szervezet egysége a munkaközösség. Ott dől el, hogy kinek hány órája van, azaz mennyit keres, milyen sikerei kudarca vannak, nyerte versenyt, megbuktatott-e, milyenek a munkakörülményei, van-e szakkabinetje, nem tudom én, hozzáfér-e a számítógéphez, vagy a digitális táblához, és így tovább. Tehát az életének a legfontosabb eleme az iskolák, ez az alapegység, ez a munkaközösség. A munkaközösség azon emberek csoportja, akik biztosan nem tanítják ugyanazt a gyereket. Tehát a matematika tanárokban egy biztosan közös az iskolában, nevezetesen nem tanítják ugyanazt a gyereket. És nincs rá esély se, sokan megpróbálják, hogy gyerekre szervezett iskolát alakítsanak ki, vannak rá próbálkozások, mi az AKG-ban is ilyesmit csináltunk a kisiskolával, de ez most nem a mi bemutatónk, tehát hogy azt értsék meg, hogy az a dolog logikája, hogy a szervezet maga a tantárgyakat tanítunk, és nem gyerekeket logikára épít. Mivel tantárgyakra szerveződik, ezért az órarendje a gyerekeknek tantárgyanként van kitalálva. Úgy néz ki, hogy mondjuk szerdán kémia, fizika, matematika, történelem, csütörtökön meg rajz-rajz osztályfőnök ének testnevelés. Az egyik nehéz nap, a másik meg könnyű nap. A nehéz nap az a másodfokú megoldóképlet, akkor a kénsav vegyjele, hol vannak a selfek a Mexikóban, nem tudom milyen tárgyat mondtam még, ja, és mit tudom én, harmadik Károly birodalmának határai a 17-18. Században. Ez az, amit tudni kell, vagyis, hogy ez a nehéz, ez az igazán fontos dolog, a művészetek, a sport, az egészség, tehát a zene, a képzőművészet, a mozgás, a beszélgetés, ezek a mellékes dolgok az iskolában. És így is sorolódnak be. Tehát a tanárok is így gondolják, meg a gyerekek is így gondolják, hogy a rajz-rajz osztályfőnöki ének az a könnyű dolog. Ezt ugye mindannyian átélték, remélem mindenki járt iskolába, úgyhogy ezt tudja, ha bent a tanári részét nem is annyira ismeri. Nem tudom, értik-e, hogy valami tökéletesen feje tetejére állított világ, hogy az ének, a zene, a képzőművészet, hát ez egy ilyen laza dolog. Ha egy testnevelő tanár elviszi a gyerekeket focizni matematika óra alatt, abból botrány van.
ha egy gyerek a matek versenyen van testnevelés órán, az a világ legtermészetesebb dolga. Tehát, hogy egyszerűen a világ az iskolában pontosan fordítva van. Másképp működik. Az idő, a tér, a szervezet, minden ellentmond annak, amit itt önök tőlem kértek, nevezetesen, hogy alkotó képesség, hogyan születik az iskolába. Jelentem, sehogy. Annyira sehogy, hogy még bünteti is. És most nem csak azért, amit itt láttak a Keresd az X-ettel, hanem azért is bünteti, mert hogy a legfontosabb szociális képességeket kitiltja az iskolából. Tessék csak elgondolni, ide figyelj rám, ne mozogj, a dolgozatnál puskáztál elégtelen, nehogy már megbeszéljétek. Ismerős? Rám néz, ne forgolódj, na és esik a hó. A hindus sorban vigyázz bánk, ott hátul is. Ismerős? Tehát az, hogy beszéljétek meg, gondoljátok át. Ennek ugye az a magyarázata, hogy a feladat meg a tényleges világ között nincs összefüggés. Általában az ember az iskolából olyasmire emlékszik, aminek semmi köze nincs az iskolához. Első pasi nő, buli, és a tanárokkal való kapcsolatban is. Tehát az a tanár, aki arra emlékszünk, aki beült közénk, aki áthágta a szabályokat, pedig nem lenne szabad. Vagyis olyasmire, amit az iskola ellenére volt. Tehát amikor a legendás történet fővárosi gimnáziumból, hogy amikor elegük volt egy tanárból, aki történetesen az iskola igazgatója volt, elegük volt a gyerekeknek, akkor egyik órán egyik gyerek föltépte a második emeleten az ablakot, és nem bírom tovább kiáltással kiugrott az ablakon. Hát a tanár tehát ugye kétségbe esve rohant oda, az egész iskola kint volt már körbe, ezeket a tornatermi hatalmas szivacsokat lerakták az udvar közepére, és ő a nagy bátor kiugrott, és puff, mindenki tudott róla. Egy iskola, egy 600 fős iskolából. A tanárok, a diákok, mindenki tudta, hogy mi fog történni. És képesek voltak arra, hogy az egyetlen érintett az ne, mert megérdemelte. Tehát az együttműködésre képes az iskola ellenére az ember. Hangsúlyozom, az ellenére, és ezen van a hangsúly. Másodikban, ugye ez most a 10. osztály, minden tanár, akit van tanár a teremben. Bocsánatot kérek, hogy ilyeneket mondok az iskoláról. Szóval, hogy a tanárok tudják, hogy 10. az osztályok szétesnek. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy a kiskölykök, azok, tehát a 14-15 évesek hihetetlenül előítéletesek. Na most ebben a széteső közösségben, ezt mondom, általában 10. van, a széteső közösségben a legnagyobb összetartó erő az osztályfőnök utálata. Tehát az a legrosszabb tanároknak jönnek létre a legjobb osztályai. Azon egyszerű oknál fogva, hogy van egy közös ellenség. Erre épülnek a diktatúrák is egyébként. Tehát, hogy az a dolog logikája, hogy az ember alapvető szociális képességei, azok az iskola ellenére épülnek ki ma a világban. Itt ugye ez az AKG, amit mutatok, ez egy másfajta iskola. Úgy kellett fölépíteni egy múlt század elején, 1911-ben épített iskolát átépíteni, hogy ezt egyszerre legyen alkalmas az együttműködésre és a tanulásra. És erre azt találtuk ki, hogy én eredetileg olyan iskolát szerettem volna, amelyik ilyen erdőben van, és minden közösségnek van egy saját helye. Barátaim meg is tervezték. Hú, hát ennek már 27 éve, úgyhogy ez nagyon régen volt. Egy nagy közösségi teret kellett kialakítani, ahol sok kicsi van. Olyan, mint egy utca, az utcán meg a terek, ahol különböző terek vannak. Ez egy tér, akkor hogy még egyre visszamegyünk, akkor látjuk a nagy teret. Ez egy másik tér. Minden gyereknek van egy saját kisiskolája, ezt így hívjuk, és hogy a csoportokban, projektekben hogy lehessen dolgozni, ahhoz az adott szűkös körülményeket ki kellett találnunk, hogy hogyan lehet kevesen, hárman, sokan, 25-en, vagy még többen, akár 60-an együtt dolgozni.
Ugyanis az alapdilemma az az, hogy, és most már kicsit a jövőről, azt kell kitalálni, egyrészt, és bocsánat, egy mondat, szerintem egy, az iskola megmarad, és nincs jövője. Minek utána a jövő kérdéseiről fogok beszélni. De hogy ha egyáltalán valahogy el lehet mozdulni erről az abszurd állapotból, és nem a számítógépen van itt a hangsúly, nem az interaktív táblán, és így tovább, hanem a terek és a szervezet átalakításán. A tér egyik eleme, mondom, mi lakásiskolákat csináltunk, iskolát csináltunk az AKG-ból, minden gyerekközösségnek van egy saját lakása, amely lakásban van közösségi tér, WC, néha konyha, és ott van benne a tanár is. Emlékeznek rá, hogy jutottak be a tanáriba a középiskolás korukba? A. Sehogy. B. Parancsra, az ajtóba vigyázva állva. Bocsánat, kérek, keresem az Élonka nénit. Na most ennek helyére ugye mi belöktük a szerencsétlen tanárokat a gyerekek közé, tehát ebben a közösségi térben van kis tanári, illetve hát ott vannak. Be lehet csukni az ajtót, de azért nem tudom, az én szobámban például itt vannak hárman is olyanok, akik én patronusa is voltam. Hát mondjuk az én fotelemben többet aludtak, mint én, de ugye és ráadásul én iskolavezetőként nekem még saját szobám is van, na nem ilyen titkárság mögött csak a folyosóról, de hogy a közösségi tereket úgy kell átalakítani, hogy abban szabad mozgás legyen, hogy minden nyitott legyen. És erre nagyon-nagyon fontos javaslatokat is kérek, hogy lehetne ezeket a folyosókat, tereket átalakítani. A másik a tér átrendezésével kapcsolatban, az, hogy legyenek olyan nagy terek, ahol sokan együtt elférünk. Na most az idővel ugyanez a helyzet, a szervezettel ugyanez a helyzet. Hogyan lehet kitalálni azt, hogy például ez a szerencsétlen tanár ne 8 osztályba tanítson, és ne heti 3 órába. Erre mi kitaláltuk azt, hogy akkor legyen epoha, ez egy ilyen, és mi egy gyereknek, illetve ebből következően persze a tanároknak is, egy tantárgya minden nap van, méghozzá 80 perces órákkal, együttműködésre, tehát ott 80 perces órában nem lehet ezt csinálni, minden nap, egyszer igen, minden nap nem. És akkor ezért a tanár kénytelen együttműködésre szervezni a dolgokat, és az ő kötelező óraszáma az 2 darab tanulócsoport egyszerre. Ugye, mert a dupla órába számolva az 20 óra, ha 2 tanulócsoportot tanít, és nem pedig 8 csoport. Tessék elgondolni, mekkora különbség. És nincs nehéz nap, meg könnyű nap. Tessék elgondolni, hogy ez azt jelenti, hogy a ciklus, az idő átrendezése, hogy nem hétfő, kett, szerda van, hanem első epoha, második epoha, és aztán projekt téma hét. Tehát még egyszer, nem az AKG-nak a bemutatásával szó, ez egy ugyanolyan ramagy iskola, mint bármelyik másik a fővárosban. Köszönöm, hogy meghallgattak, és kérdezzenek. Nem annyira az előadással kapcsolatban lenne kérdésem, hanem a bevezető videóval kapcsolatban, hogy ott mi volt a története a lufiknak? Ez milyen kezdeményezés volt? Ez egy elbúcsúzó évfolyam az iskolában, és egy éjszakát azzal töltöttek, hogy feltöltsék a kisiskola tanáriát, meg az én szobámat is lufikkal, és utána elárasztották az egész iskolát. Az elején volt egy felirat, hogy ez itt munkahely, az volt a hívó szó az egészhez, hogy ezek a lufik, ezek a léggömbök egyrészt irtózatos munkával 60-an dolgoztak hajnaltól, vagy estétől hajnalig, másrészt tényleg kifejezett egyfajta, tehát olyan, mint a dombban, amikor a homokot lapátolják körbe, nem tudom, ismerik a filmet. Tehát van egy látszólag teljesen felesleges munka, ami mégis egy ilyen felszabadítást jelentett. Egyébként ez a búcsújuknak a jelképe volt. Tehát, hogy és aztán elárasztották az egész iskolát lufikkal, a negyediktől az alaksorig, és még napokig durogtatták a kisebbek az épület különböző részén. Nagyon élvezték, hogy aki ráugrik, az szól. Úgyhogy ez volt. Jó napot, én Balázs vagyok. Azt szeretném csak kérdezni, hogy mondjuk egy ilyen iskola, mint az AKG, ahol ilyesmi ideológiával tanítanak, hogy az államilag támogatott iskola tud lenni, tehát hogy lehet ilyen iskolákat létrehozni államilag való finanszírozással, vagy ez hogyan működik, hogyha lehet? 3 rövid válasz van rá. 1. Igen, tehát van állami támogatása, államilag elismert iskola. Ez az ország első alapítványi alternatív iskolája, most 27 éves. Igaz, hogy az első évfolyamokon
nem vettünk föl nagyon sok tehetséges embert. Aminek ugye az a lényege, csak gondoljanak, hogy az első évben 5086-an jelentkeztek hozzánk a 60 helyre. Most már nem ilyen sok, most olyan 120-150 körül van a jelentkezők száma. Na, ebből következően, hogy az állam ad pénzt, akkor ebből lehetne működni, de nem lehet, ugyanis hasonlóan is az a második pont az egészségügyhöz, amelyik a második világháború után már mindent tudtak róla, és irtózatosan megdrágult. Ma az egészségügy az elképesztően drága, az a prognózisom, hogy a következő forduló az iskola lesz, ahol ma már mindent tudunk arról, hogy hogyan lehetne jobban csinálni, de nincsenek meghozzá a források. Az AKG esetében ez azt jelenti, hogy az államtól annyi pénzt kapunk, amennyit minden más alapítványi iskola, illetve kb. Fele annyit, mint az állami iskolák, de több mint kétszer annyiba kerülünk, azért, mert olyan típusú feladatokat is vállalunk, hogy minden gyereknek van saját patronusa. Tehát például a Városmajori gimnáziumban, amelyik, mondom, abban volt közöm az épülethez, meg tehát tudom, hogy hogy működik, ott az osztályfőnöki rendszer az nagyjából 5-5,5 millióba kerül, az AKG-ban 76 millióba kerül a patronusi rendszer, hogy minden gyereknek van. Ez sokkal drágábbá teszi. Ma az AKG-ban az átlagos befizetés az több mint 60 ezer forint havonta, 35-től 150-ig terjed. Tehát szülői finanszírozásból működik. Az általános iskolában ezt a jól bevált ilyen katonai rendszert hozzák a gyerekek, tehát már ott is ugye most hamarabb érnek a gyerekek, hamarabb kamaszodnak, hogy nem ott kéne először ezt valahogy, tehát de ennek egy alapot adni. Annyi vált, különbség van. Az osztálytanítós rendszer másképp működik, szervezetileg is technológiai, az egy gyorsabb. Ugye a világ nagy részén, Európa nagy részén 5 vagy 6 év az alsó, tehát ez a kisgyerekekkel foglalkozó iskola. Csak a mondjuk így Ausztriától keletre 4, de például Lengyelországban is most már 5. Az egy nagyon fontos dolog, hogy az osztálytanítós rendszer másképp működik, a két osztálytanító együttműködve az már egy lehetséges áttörési pont. Ez látszik is, itt nagyon fiatalok, nem tudom, hogy akinek már volt 5-es a gyereke, az tudja, hogy akkor lesz a legrémületesebb az iskola. Tehát ha följebb lehet nyomni ezt az osztálytanítós rendszert, a Waldorfban ugye egészen a 8. végéig osztálytanítós rendszer működik. Sőt, az osztálytanító végigviszi őket, de hogy ott már szaktárgyak is vannak. Tehát, hogy az a kilépés az egyik éppen ez, a másik a projekt, tehát hogy feladatban gondolkozni és nem tantárgyakban. És mind a kettőre alkalmas az általános iskola. Szuper tanítónénik vannak, és érdekes módon a tanítók nyitottabbak is a jövőre orientált iskolában, mint a tanárok. Egy kémia tanár vagy egy történelem tanár mi a francot csinálja? Őt kémiát tud tanítani, nem gyereket, tehát ő tisztában van azzal, hogy mi a kémia rejtelme. Az, hogy nincs kémia, mint olyan, az már tragikus.